Sziasztok! Ahogy Zoli is mondta, az Ericsson Kutatás és Fejlesztés Központjában vezetem a belső kommunikációs tevékenységeket, és emellett egyébként vagyok coach és szervezetfejlesztő is, ami azért érdekes, mert szerintem, ahogy én megközelítem a kommunikációt, mint témát és játékosítás témát, azt nagyon áthatja ez a coach szervezetfejlesztő háttér. És hogy nem is kapcsolódik össze a kommunikáció és a játékosítás. Hát én alapban kettő fontos pontot szeretnék nektek kiemelni. És az egyik az az, hogy én kommunikációsként nagyon abban hiszek, hogyha sikerül olyan tereket teremtenünk, ha nem hallatok hátul, akkor majd valahogy integessetek, vagy ilyesmi. Szóval én kommunikációsként abban hiszek, hogyha sikerül olyan tereket létrehoznunk, ahol jó párbeszédek tudnak történni. Jó párbeszédek, ahol az információ gazdát cserél, függetlenül attól, hogy milyen szintek között, vagy akár azon szinten, akkor már tettünk egy lépést azért, hogy a hatékonyság a kommunikációban megjelenjen, és hogy ezzel a szervezeti működés is egy picit hatékonyabb legyen. És ha mindezt még meg tudjuk spékelni azzal, hogy egy élményszerűség is párosul ezekhez a kommunikációs terekhez, na, azzal aztán biztos, hogy tudunk egy jó elköteleződést építeni az adott téma illetve. És hogy itt jön a játék. Tulajdonképpen, ha ezeket a kommunikációs tereket valahogy megjátékosítjuk, és párosunk hozzá egy pozitív érzelem, akkor sokkal könnyebb dolgunk van, hogy bizonyos dolgokat végezzünk még a szervezetben. És a másik érdekes kapcsolódási pont szerintem a játékosítás és a kommunikáció között pedig az, hogy hát szerintem többségében itt szervezeti emberek ülnek. És biztosan ismeritek azt a jelenséget a szervezetekben, hogy amikor arról beszélünk, hogy... milyen az információ mennyisége a szervezetben, akkor egy ilyen nagyon érdekes polaritást tapintható. És az egyik az, hogy fú, rengeteg az információ, el vagyunk árasztva, dömping van, úgy kell kiszelektálni azt, ami talán fontos vagy releváns nekünk. És a másik oldalon meg ott van az, hogy ja, hát én erről nem is hallottam. Ja, hogy ilyen is van. Szóval, hogy sose elég az, amit mondunk. És szerintem a játékosítással így ebben a polaritásban is lehet egy ilyen érdekes egyensúlyt csempészni. Úgyhogy én erre hoztam nektek néhány esettanulmányt. Mielőtt azonban belevágnék az esettanulmányba, egy pár dolgot mondanék arról a szervezetről, ahol ezek a játékosítási tevékenységek megtörténtek, és már csak azért is, mert hogy szerintem, hogyha a játék jellege vagy minősége jól össze tud találkozni a szervezet mienségével, vagy a játékosok mienségével, az egy nagyon érdekes, és tehát az egy nagyon érdekes sikerkulcs tud lenni, vagy sikerfaktor. Értem ez alatt azt például, hogyha keresünk egy történetet a játékhoz, és az viszont jól összecseng a szervezet tagjainak mienségével, vagy ilyen pszichográfiai jellemzőivel, akkor az sokat tud segíteni a játék sikerességében. Amit ebből kiemelnék, hogy hát alapban nálunk az átlag életkor az ilyen 31-nehány év, tehát alapban egy fiatal szervezetről beszélünk. 1200-an vagyunk, és ez az 1200 ember olyan tekintetben nagyon divers, hogy nagyon sokféle terméken dolgoznak, illetve a káposztatláncot teljes hosszát lefedik. Tehát épp úgy ott vannak a kutatók, mint azok, akik mondjuk a tesztelést végzik, vagy a termék bevezetését. És ezek alapján különböző funkcionális osztályokba is tagozódnak, és hát ez a sívó jelenség szerintem ismert mindannyiunknak. És mindent, amit kommunikációban teszünk, tulajdonképpen ez is vezérel, hogy valahogy próbáljuk átívelni ezeket a falakat. Aztán ami még érdekes, hogy hát azért nálunk van egyfajta nyitottság az újra, sőt, mint azért valahol a túlélés kulcsa az a típusú innováció is, hogy megengedjük magunknak azt, hogy rárezonáljuk az új kezdeményezésekre, ami azért szerintem nekünk a munkánkat nagyon megkönnyíti. Na és akkor nézzük, hogy milyen témákat hoztam nektek. Hát fogok egy kicsit beszélni egy olyanról, ami tulajdonképpen a stratégiának a megjátékosítása. Hogy a szervezet stratégiáját hogyan játékosítottuk meg azért, hogy egyrészt megértse a szervezet, hogy miről is szól az a stratégia, másrészt pedig, hogy egyfajta bevonódást létrehozzunk. Aztán fogok beszélni ilyen események megjátékosítására, ebben lesz egyaránt külső és belső esemény, aztán a végén, hogyha marad még időm, akkor felvillantok egy ilyen visszajelzés segítő, nagyon egyszerű kis játékot. És miközben itt hallgattam az előttem szólókat, azon gondolkodtam, hogy nekünk mennyi erőforrásunkba kerülnek ezek a tevékenységek.
És egy hirtelen nyilván olyan büszkeséggel töltött el a szívemet az a tény, hogy nekünk erre nincsen külön erőforrásunk. És hogy a legtöbb ember, aki dolgozik ezekkel a megoldásokkal, azért teszi, mert hisz benne. És ugye rendes munkáján felül teszi. Vagy pedig mert azt érzi, hogy egyébként ha ebbe beleteszi az energiát, az a rendes munkáját nagyon meg fogja könnyíteni. És egyébként azt fogjátok látni, hogy némelyiknek van ilyen digitális háttérigénye, tehát hogy van hozzá webben, mert van hozzá mobil applikáció, de nem is van, ami egy tök egyszerű papíros dolog. Szóval, hogy ilyen lelkesedéssel biztos, hogy sok mindent el lehet érni, illetve még az jutott az eszembe, nem biztos, hogy nagyon komplex megoldásokra kell gondolni, amikor játékosításról beszélünk. Tehát, hogy nagyon egyszerűs dolgok is meg tudják hozni azt a sikert, hogyha jól át van gondolva. Na, nézzük akkor ezt a stratégiai játékot. Szerintem az megint ismerős valószínűleg a többségnek, hogy ezért az nem egy egyszerű feladat, hogy egy szervezetnek, hogyha megvan a stratégiája, azt hogyan fordítjuk le úgy, hogy ezt hozzá tudják kapcsolni a szervezet tagjai minden tevékenységükhöz. Tehát, hogy tulajdonképpen legyen egy jó megértés arról, hogy mit jelentenek azok a hangzatos szavak és buzzwordok. És tulajdonképpen a játékot eredetileg ez az igény hívta életre, hogy valahogy ezt a fordító funkciót valósítsuk meg. És aztán, ahogy elkezdtük kidolgozni a játékot, rájöttünk arra, hogy ebből sokkal több mindent ki lehet hozni, mert hogy tulajdonképpen, ha megcsináljuk jól az egészet, akkor valahogy bele tudjuk vinni azt is, hogy tulajdonképpen a konkrét stratégiai munkával, az implementációval minden jobban vonjuk bele az embereket. És hogy ehhez tulajdonképpen milyen eszközöket használtunk? Hát egyrészt van egy webes platform. Mutatok majd egy kis filmet, hogy legyen egy ilyen képetek. Hát az ergonómiát, azt még nézzétek el, tulajdonképpen így azon, hogy minden felhasználunk balettabbá és minden fenszívé tegyük a dolgot, azon így folyamatosan dolgozott. Van egy ilyen dashboard, ahol lehet látni az egyéni számot, illetve ami nagyon érdekes, mert hogy nekünk nagyon csapatokra fókuszál a céges kultúrán, és nálunk minden játékosítós megoldásban az egy fontos szerepet játszik, hogy közös célok is mindig vannak. Tehát, hogy azon túl, hogy az egyént motiváljuk, folyamatosan dolgozunk azon is, hogy együtt a résztvevő játékosok elérjenek valamit. Mindig van egy közös cél. Ugye a statisztikánál is fogjátok látni, hogy épp úgy megjelenik az egyéni statisztika, hogy egy nagy közös statisztika. Aztán tulajdonképpen a játékban pedig rögtön van egy onboarding fázis. Itt a Monika kérdése kapcsán az jutott az eszembe, hogy amikor ott van az a félsz az emberek, hogy lehet, hogy én nem fogom tudni játszani. Szerintem ezt, hogyha az onboarding fázist jól megcsináljuk, akkor ez nagyon jól kivéthető vele. Mert hogy ott van lehetőség arra, hogy mindenki a saját tempójában megtanulja jól használni azt a játékot. Szóval, hogy ez is benne van, és ez olyan szempontból kettős, hogy egyrészt a stratégia tartalmára is vonatkozik, másrészt pedig vonatkozik magára a játék használatára is az onboarding fázis. És tulajdonképpen, ami szerintem a legfontosabb eleme ennek a játéknak, hogy különböző aktivitások kerülhetnek bele. És ezeknek az aktivitásoknak egy része úgy kerül bele, hogy aki felelős az adott stratégiai területért, ő azt mondja, hogy tudom én például van egy ügyfélnap, ha valaki ott demózik, akkor az fel tud iratkozni a demózó tevékenységre, el tud számolni x órát a játékban erre, de arra is lehetőséget ad, hogy valaki magának kitalálja, hogy én mit tettem azért, hogy azt a területet előre mozdítsam. Szóval, hogy egyrészt ad egy szabadságot a játékosnak, és másrészt pedig tulajdonképpen ez a fordító tevékenységet, amit mondtam az elején, egy picit ledelegálja. Tehát azt mondja, hogy itt van, ismered ő nagyjából a tartalmat, mert az onboarding fázisban megtanítottuk neked, és egyébként még számos más terén, hát ez nem egyedülálló, a stratégiai kommunikáció nem az egyetlen eszköze, van még jó néhány eszköze annak, hogy erről információt terjesztünk, illetve fogadunk. Szóval, hogy megtanultad azt, hogy mit jelent az adott terület, és keresd magadnak olyan tevékenységeket, amik szerinted erre rezonálnak, és egyébként már olyan munkák felett vannak valahol. Aztán vannak különböző badge-ek. Hát a badge-eket úgy találtuk ki, hogy megnézzük, hogy mik azok a viselkedés módok, amiket akarunk egy picit bátorítani a játék kapcsán. Úgyhogy éppen van olyan is, hogy
hogy például egy adott területben mélységeiben elmerül valaki, de hogy például az a viselkedés, hogy bátorítva van Becsik által, minden területben egy picit másszál bele. Tehát hogy van ilyen kis, hogy is hívjuk ezt, ilyen kis buzgó mócsilkos Becs is, hogy mindegyikben egy kicsit így bele lehet kóstolni. És vannak különböző pontok, és egyébként most úgy van kitalálva a külső motiváció, ami kapcsolódik a játékhoz, hogy fél évente kisorsolunk egy ilyen technológiai kütyüt, és egyébként a sorsolásban a részvétel aránya, pontosabban a nyerés esélye annál nagyobb, minél több pontot gyűjtött valaki. És mutatok is egy kis ízelítőt, hogy hogy néz ki ez a játék. Aktivitásokra feliratkozni. Én terázzuk az egy féldemó. Vagy akár, hogyha ilyen 24 órás programozásra részt vesz valaki, ott is át tudja számolni az órába. Vagy hogyha például ilyen self-learning challenge-ra, amikor csapatok vagy egyébként összefoglalkozni, hogy valami közös tanulás, saját kezdeményezésből együtt döntöm. És ami még egyébként benne van a játékban, hogy nem csak egyénként lehet pontot szerezni, hanem csapatra is össze lehet állni, és különböző csapataktivitásokért is lehet pontokat szerezni. És 2015-ös statisztikák már van, egyébként a játék 2015 márciusra körül indult, és amit sikerült elérni 2015 folyamán, ami valamilyen kicsit jelesetét van az Szóval, hogy amit sikerült a 2015-ös év folyamán elérni, az, hogy az 1200 emberből 497 ember sikerült berántani a játékba. A definiált aktivitások száma, tehát összesen 1402 aktivitásra iratkoztak fel, és ami pedig a stratégiával és kimondottan a meghatározott stratégiai területekkel végrehajtásával eltöltött óra, az pedig 4718 óra. 2016-os statisztikán még nincsen. És egyébként meg ahol most tartunk a játékban, az az, hogy folyamatosan figyeljük, hogy milyen plusz funkcionalitásokat kell bevinnünk, vagy hogyan kell ahhoz egyszerűsítenünk a játékot, hogy minél több embert bevonjunk, és minél több embert ilyen visszatérésre készítessünk a játékot. Tehát, hogy minél gyakrabban akarjanak belagolni, és minél gyakrabban akarjanak valamit. És akkor megyek is tovább. Egyébként még annyit, hogy szerintem ennél az esetén az nagyon kijön, amit mondtam, hogy hol túl sok az információ, hol túl kevés az információ. Mert itt ez a játék nagyon segít minket abban, hogy belőni azt az információ mennyiséget, amit jól be tudnak fogadni a másik oldalra. És akkor most hoztam néhány példát arra, hogy amikor olyan tereket teremtünk, ahol információt tud gazdát cserélni, és ha ehhez egy jó élmény társul, akkor az hogyan tudja segíteni a hatékony kommunikációt. Az első példám az egyébként egy külsős esemény volt, amit mi szerveztünk együtt a svéd nagykövetségnek egy ilyen kereskedelmi szervével, és tulajdonképpen ez egy innovációs klub volt. Ez egy sorozat volt, a sorozatban jellemzően beszélgettünk el a képára az innováció. És akkor megváltunk azzal az ötlettel, hogy hát mi lenne, ha most nem beszélgetnénk róla. Szerintem azzal egyetértetek, hogy azért az eléggé kezd így elkoptatódni ez a szó, innováció. De mi nem beszéljünk róla, hanem csináljuk.
És vegyük rá a résztvevőket arra, hogy éljék meg a saját bűnükön, hogy mit jelent az, amikor semmiből létrehozok valamit, és mit jelent az, amikor ezt, amit létrehoztam, el kell adnom. És befektetőket kell hozzákeresnem. Úgyhogy tulajdonképpen erre találtunk két játékot. Szóval a célja az egész játéknak, tehát a játékosított workshopnak, mert az alapvető workshop formátum általában töltötte, az az volt, hogy legyen egy személyes élmény az innovációról. Aztán az, hogy mivel nagyon különböző helyekről érkeztek a résztvevők, és azt gondoltuk, hogy azért mindenkiben ott van, hogy azért jönnek oda, hogy egy kicsit kapcsolódjanak szakmailag másokhoz, de hogy valahogy ezt építsük bele a játékba, hogy ezt megkönnyítjük, ezt a kapcsolódást, illetve hogy az is volt, hogy volt néhány kiállító cégük, és hogy ezekről a kiállító cégekről áramoljon információ, hogy legyen lehetőségük bemutatni magukat, de ezt tettük úgy, hogy megkerestük azt, hogy mi az, ami mentén ezek a cégek tudnak találkozni. És ez egyébként, mivel itt a Skanskáról, Electroluxról, Ericssonról és a Sigmáról beszélünk, ez egyébként az okos otthon koncepció volt. És azt mondtuk, hogy nézzük meg, hogy a résztvevők, ha megkérdezik ezeket a cégeket, hogy mit tudnak az okos otthonról, vagy mit gondolnak róla, vagy milyen trendeket látnak, és mindezen információk birtokában a résztvevők előállnak a saját okos otthon koncepciójukkal, amihez egyébként nem kellett mérnöknek lenni, mert bőven elég volt az, hogy mindenkinek van valahol lakja, és van legalább egy felhasználó egy élménye arról, hogy milyen az, amikor van egy otthon, és hogy hogyan tudna az otthon ehhez egy kicsit okosabb lenni. Szóval, hogy erre épült az egész, hogy begyűjtünk információt, azt összegyűjtjük koncepcióba, és hogy ezeket a koncepciókat pedig el kellett adni. Mert hogy ugye az innovációnak az egy fontos lépése, hogy mit teszünk azért, hogy meg is valósuljon az, amit kitaláltunk. És hát ezt helyeztük bele, ezt a dolgot egy történetbe. És a történet az nagyon érdekes volt, mert hogy egyébként ilyen meseszerű valami volt, hogy a király és birodalom és a legkisebb királyfi elindul szerencsépróbálni, és összeáll a barátaival, és elmennek a szomszéd királyságokba, feltérképezik, hogy ott mi van, és akkor mindenből pedig kitalálnak valami újat. És aztán pedig, hogy ez a valami új, hogy ne veszel a felelés homályába, keresnek olyan befektetőket, akiknek amellett, hogy van sok kastélyük, meg lopuk, meg mit tudom én, még arra is jut pénzük, hogy ilyen okosotó megoldásokba fektessenek be. És tulajdonképpen folyamatosan ment látszomosan a két történet, a kis királyfi, meg ami ott van a valóságban, hogy a tényleges cégek felállítani, és megnézzük, hogy az mi történik. De és akkor nézzük, hogy mi volt az az eszköz, amit használtunk. Tehát a történetről már meséltem, ott volt a pitch, ami tulajdonképpen az egy ötleteadás, ami ha nagyon a játékunkra asszociálunk, ez mikor ugye mindig van egy nagy harc, mielőtt a következő szintre lépünk. Tehát valamilyen nagyon kemény, küzdelmes valami, amin át kell lendülnünk ahhoz, hogy szóval, hogy ezt a funkciót itt ezek a pitch-ek töltötték be, és itt is volt egy ilyen onboarding rész, amit egyébként úgy oldottunk meg, hogy piciben meg akartuk mutatni, hogy mit jelent az, hogy összegyűjtök sok helyről információt, és ezt összegyűlöm valami értelmes egészé. És ha már adottság volt az, hogy a játék előtt voltak mindenféle előadások és beszédek, akkor használtuk ezeket a beszédeket. És azt mondtuk, hogy a meghatározott csoportokon belül mindenki fogja egy szót, ami neki nagyon fontos volt a megnyitó beszédekből, és a mindenki által felírt szavakból a csoport dobja össze egy értelmes mondatot. És tulajdonképpen ezáltal a csoportok egy picit összerázottak, és nagyon jól tudtunk erre ráépíteni, mert tulajdonképpen ez az, amit a későbbiekre is tennetek kell. Össze kell szednetek sok helyen információt, és össze kell gyűjtetek valami értelmes kis egészét. És ami még érdekes elem volt, az a játékpénzek, mert hogy egyébként a játékpénzeket arra használtuk, mivel az egyik cél az volt, hogy ezek a cégek ismertessék a saját okos otthon koncepciójukat, hogy a résztvevő minél több és minél jobb kérdéseket tettek fel a cégeknek, annál több pénzt gyűjthettek össze. És aztán ugye utána ez a pénz volt az, amit beruháztak egymás ötleteikben. Na erről is hoztam nekem egy kis filmet.
Meg hogy mit kezdünk azzal a tudással, és hogy dolgozzuk fel folyamatosan azt a tudást és ismeretet, amit ott megszerzünk, az abszolút sikerült. Az aktív részvétel és a bevonódás, ez megint nagyon adott vagy, és sikerült megidézünk. És amit említettem, hogy volt egy ilyen networking célja is a történetek, és az, hogy ezt a networkinget meg tudtuk azáltal könnyíteni, hogy tulajdonképpen a közös munka mentén tudtak kapcsolódni, ezért nagyon hálásunk volt ebben részletben. És tulajdonképpen a következő esettanulmányban is ez a típusú kicsit segítjük azt az igényt, ami egyébként ott van az emberekben, az nagyon hozzájárult a következő megoldásnak a sikeréhez. Ez egyébként az egy belső rendezvényünk volt, egy játékot, egy, hát mi GRD-nek neveztük, mint egy Gamification Innovation Day. Magának a rendezvénynek az volt a célja, hogy népszerűsítsük a cégen belül mind az innovációt, mind a játékosítást, és hogy a játékosításnak pedig, a rendezvény megjátékosításának az volt a célja, hogy egyrészt minél több részletet le tudjuk hozni a rendezvényre, másrészt maga a részvétel, az minél aktívabb részvétel legyen, és hogy segítse a rendezvény célját, tehát már mint ezt a tudásmegosztást és a kapcsolódást. Mert hogy tulajdonképpen, ha már van egy kapcsolatom valakivel, akkor sokkal könnyebb az az információ áramlás, amiről az elején beszéltem. És hogy ezt milyen eszközökkel értük el? Hát, volt egy történetünk. A történet, ezt nem mondtam az elején, hogy ez az 1200 ember szervezetben, az többnyire 90%-ában körülbelül férfi, és jellemzően mérnök, programozó vagy informatikus. Úgyhogy a történetet is ehhez igazítottunk. És a történet úgy szólt, hogy
mi most itt a nap folyamán létrehozunk a mesterséges intelligenciát. És ahhoz, hogy ez a mesterséges intelligencia létrejöjjön, ahhoz egyrészt szükség van ugye információra és lexikális tudásra, másrészt pedig szükség van a különböző tudásának közötti kapcsolatok kialakítására. Úgyhogy kettő dolgot kellett tenni a résztvevőknek, információt begyűjteni, és dolgozni azzal az információval, úgyhogy a különböző előadásokon részt venni, például a Csodáknak is, vagy a Balázsnak is az előadásán, vagy pedig különböző ilyen interaktív standokhoz oda menni, és ott kezdeni valamit az információval. Egyébként a bevonódás mértéke alapján volt egy pontos, meg voltak három pontos állomások. És amit pedig tettünk azért, hogy megkönnyítsük ezeket a kapcsolódásokat, készítettünk egy mobilapot, és a mobilapnak az volt az egyik funkciója, hogy mindenkinek volt egy személyes QR kódja. És beépítettük azt a játékszabályba, hogy neked bizony egymás QR kódjait be kell szkennelni. És ugye azzal, hogy ez a játékszabály része lett, és oda kellett menni egymáshoz, hogy fú, figyelj, beszkenelhetem a QR kódodat? És egyébként ez a visszajelzésnek is nagyon markánsan megjelent. Ez nagyon markánsan megjelent, hogy mennyire hálásak ezek ezért. És hát ebben a mobilabban még folyamatosan lehetett azt is követni, hogy az egyéni teljesítmény a játékban hogy áll, illetve hogy a nagy közös teljesítmény. Ezt mondtam, hogy nálunk ez azért minden játékban ott van, hogy mindig van egy nagy közös cél. És ugye itt a nagy közös cél az volt, hogy ez a mesterséges intelligencia létrejöjjön, amihez bizonyos mértékű van, bizonyos mennyiségű kapcsolódás, illetve bizonyos mennyiségű információ áramlás szükséges. Illetve hát volt még egy kijelző, illetve a kijelzőnek volt tehát ilyen listás része is, hogy kik a legaktívabb játékosok, illetve volt egy ilyen vizualizált része is, hogy ahogyan egyre inkább gyűltek a kapcsolódások, ugye a gráfnak annál több pontja jelent meg. És ezzel kapcsolatban hoztam is egy statisztikát. Mert egyébként ilyen kezdetleges játékosítási megoldásaink, mert ilyen 2013-ban voltak, ott mondjuk olyasmi volt, hogy így körbe kellett menni és pecsételeket kellett gyűjteni papírokra. És hát akkoriban, úgyhogy a szervezet lényegesen nem nőtt ez időszak alatt, de akkoriban ilyen maximum 200 főt tudtunk bevonzani ezzel a típusú játékkal. És ahogy elkezdtük így jobban felépíteni a saját kompetenciánk a játékosítás téren, és elkezdtük ezeket a megoldásokat jobban kidolgozni, így egész szépen megnőtt a részvételi arány. Egyébként, amit most látunk, hogy körülbelül ez az a plafon, amit el tudunk. Tehát, hogy az 1200 főből legyen 400-an, akit be tudunk vonni a játékba, viszont ami a játékosítás minőségével még tudunk javítani, az az, hogy a játékosok részvétele mennyire intenzív, mennyire aktív. És hát tulajdonképpen szerintem az utolsó, az csak azért mutatom meg nagyon röviden, mert hogy ez egy angol jövő kezdeményezés. Szóval csak valaki gondolt egyet, és azt mondta, hogy én csinálok egy olyan alkalmazást, amivel, hogyha bárki kap egy levelet, akkor vissza tudunk jelezni, hogy ez mennyire volt hasznos. Hogy mennyire tetszik nekem az, ahogyan az a level meg lett írva. És ami ennek az érdekessége, ez tulajdonképpen egy aláírás egy levelben, ami egy teljesen egyszerű autoplaginként van megcsinálva, és akkor vannak ilyen kis smiling, minél jobban tetszett a levél, annál inkább posoljuk a smiling, vagy ott van ez a like-ja. Szóval, hogy alapban nem egy ilyen füde bonyolult valami, és egy-két ember elkezdtem használni. És nagyon virálisan elterjedt. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ha valami nagyon jól sikerül, és az emberek használják, hogy nagyon ragadós. Tehát a jó megoldás, az ragadós. És tulajdonképpen a mi szempontunkból, meg ez egy zseniális eszköz, és persze, hogy felkaroltuk, mert alapban a kommunikáció minőségét nagyon javítja az, hogy van egy folyamatos visszajelzés. Egyébként van lehetőség arra is, hogy szöveges visszajelzést adjon valaki, de ha éppen csak klikkelni akar és jelezni akarja, hogy fú, ez tök jó, hogy ezt elküldted, akkor azt is megteheti, és tényleg egy ilyen egy kapcsolódása történet. Hát én körülbelül ennyit akartam megtenni. És hogyha nagyon röviden így a kulcs tanulságainkat összefoglalom, akkor szerintem az egyik az mindenképpen az, hogy tudjuk, hogy mi az, amire akarjuk használni a játékosítást. Tehát, hogy legyen nagyon tiszta az a cél, amit el akarunk érni a játékosítási megoldása kapcsán. Aztán a másik, hogy ez a szervezet milyensége és a játékosok milyen
mélysége, találkozzon a játéknak a mélységével. Mert hogy akkor nagyon szépen össze tud csengeni, és nagyon sokat tud segíteni a bevonulásban. És hát, hogyha meg sikerül még ezt a fun faktort is már az indít, akkor meg lesz lehet. Én köszönöm szépen.